Köszöntök mindenkit! Viszmélye Zsuzsa vagyok, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársa, és a mai nap a webináriumnak a hostja én leszek. Nem tudom, hogy lehet-e hallani, hogy hall-e mindenki. Csak egy ilyen kis visszajelzést. Jó, rendben, köszönöm szépen. Akkor a mai nap a digitális témahithez kapcsolódó webinárium Tóth Dániel virtuálpszichológus fogja tartani egy nagyon aktuális és érdekes témáról, az internet és a videójáték függőségről fog beszélni. A mai nap is készül videófelvétel a webináriumról, amit majd a Digitális Téma Hét YouTube csatornáján is meg lesz osztva többek között. Szintén lehet igazolást kérni, amit a végén majd megosztok egy linket, aminek kitöltésén, vagy az ott található űrlap kitöltésén lehet igazolást igényelni, mint ahogy eddig is szokás volt. Kérdések feltevésére most is van lehetőség, akár közbe is, ha véletlenül nem kerül megválaszolásra, akkor az előadás végén az előadó válaszol a kérdésekre, vagy ugye az előadás végén is lehet válaszolni. Úgyhogy én nem is húznám tovább a szót, át is adnám akkor az előadónak, és akkor jó szórakozást, vagy hát érdekes előadást kívánok. Köszönöm. Szép estét kívánok mindenkinek. Látható, hallható vagyok én is? Igen, igen, igen. Jó, rendben. Akkor lássunk is hozzá. Valóban igen, ahogy az előbb elhangzott, egészen nyugodtan lehet az előadás szekcióval is beírni a kérdéseket. De hogyha az előadás alatt nem sikerülne beleszőnöm, akkor utána a végén szándék, nyilván erre szándékosan néhány percet. Hát akkor remélem, hogy a PPT-k is látszódni fognak, amiket szeretnék mutatni, mert hogy igazából inkább az lesz most itt az elején a lényeg. Oké. Szóval akkor kezdjük a legelején egy kicsit ezt az egész internet videó játékok témakört. A hasonlat kedvéért hoztam ide idézőjelbe téve az ember legjobb barátját. Na most itt nem a kutyára kell gondolni, hanem a hasonlat kedvéért az alkoholra. Mert hogy a történelmi feljegyzések szerint az alkoholnak a történelme nagyjából egyidős az emberiség történelmével. Ha valaki ebben járatosabb, nyugodtan cáfolja rám, én úgy tudom, hogy időszámításunk előtt 3-4 ezerben már szinte mindenhol a Földbolygón találtak erre leleteket, hogy az ember szerette az alkoholt és fogyasztotta rendszeresen. A mai napig is inkább abban lehet mérni a dolgot, hogy mennyi az éves alkoholfogyasztás, és nem az, hogy fogyasztunk-e vagy sem, mert szinte mindenhol szeretjük ezt a dolgot. Ami ebben fontos, hogy ahol megjelenik az alkohol, ott sokszor megjelennek az alkohollal kapcsolatos problémák is. Nyilván annak függvényében, hogy mennyire tudjuk azt kulturáltan, mértékletesen, ésszel tudatosan fogyasztani, vagy éppen mértéktelenül és problémásan. Ami egy fontos dolog itt az alkoholpárhuzamnál még egy perc erejéig, az az, hogy az alkohollal kapcsolatban már van egy kultúránk. Tudjuk, hogy mi az alkohol probléma, tudjuk, hogy létezik olyan, hogy alkoholizmus. Tudjuk azt, hogyha valaki azt mondja, hogy csak még egy pohárral, aztán lesz belőle 3-4-5-6 pohár, akkor az problémát jelezhet. Ugyanmentén a gondolat mentén, ha valaki azt mondja, hogy csak még 5-10 perc, aztán órákat tölt el mondjuk az interneten vagy egy videójátékkal, arra nincsen még ilyen kiforrott fogalomrendszerünk, nem tudjuk rögtön, hogy az milyen problémát jelezhet. Pedig ugye ugyanúgy utalhat problémára. Az nagyon nagy, nagyon fontos különbség, hogy szemben bármiféle digitális dologgal az alkohol és minden más drogok általában inkább fizikai függőséget okoznak. A digitális kütyük ilyet nem tudnak, hiszen nem viszünk be semmilyen szert a szervezetünkbe, de a viselkedése szintjén a függőség ugyanúgy ki tud alakulni, mint szinte bármilyen más drognál. Különbség még az is, hogy amíg szinte bármilyen felelős gondolkodású szülő ugrana, hogy mondjuk a gyereke kezéből kikapja a pálinkás üveget, addig sokszor teljesen természetes, hogy a fiatalok órák hosszat rajta vannak a telefonon, sőt, ugye az sem ritka, hogy esetleg a szülő adja a gyerek kezébe az első alkalommal a telefont, hogy csendben legyen legalább addig is a gyerkőc. De hogy kicsit elrugaszkodjunk most ettől az alkohol hasonlattól, maga az egész virtualitás annak a lehetőségeivel és illúzióival, ugye itt a függőség kérdés köréről szól most ez a kis előadás. Egy nagyon fontos kérdés az, hogy mit keresünk mi a virtuális térben. Ugye az alkohol egyidős az emberiséggel, mert a tudatmódosítási szándék az mindig is megvolt, és megtaláltuk magunknak mindig is a módját.
De ahogy a technológia elkezdett fejlődni, már mondhatni kifinomultabb eszközeink vannak erre. Erre most egy példa kedvéért a sorozatokat szeretném itt behozni. Ez ma már mondhatni egy kisebb személyiségteszt lehetne az, hogy megnézzük, hogy valaki milyen sorozatokat néz, és akkor abban nagyon szépen lehetne visszafelé következtetni, hogy vagy neki milyen a személyisége, vagy neki az aktuális élethelyzetben mi az, ami mondjuk hiányzik. Ugye nagyon egyszerű módon, aki mondjuk inkább a izgalmasabb, nyomozó sorozatokat szereti, az lehet, hogy mondjuk kicsit unatkozik a munkájában. Aki inkább romantikus sorozatokat, az ugye a szerelméletét lehet, hogy érzi kicsit szürkének, laposnak, és így tovább. Ugye nagyon sok minden, nagyon sokféle élményt tudnak számunkra például a sorozatok szimulálni. Ez önmagában nem probléma, mert lehet az életünknek egy színfoltja, de létezik olyan is, hogy sorozatfüggőség. Közösségi oldalak. Ezekről is fogok ugye még picit bővebben beszélni, de azért nagyon fontos ilyen illúziójuk a közösségi oldalaknak, hogy megadják nekünk azt az érzést, hogy több száz barátunk van egyszerre, egyszerre akár több tucat emberrel kommunikálhatunk, miközben lehet, hogy egyedül ülünk egy sötét szobában, és könnyen lehet az valóban, hogy eltöltünk egy egész napot úgy, hogy látszólag több száz emberrel kommunikáltunk egy közösségi média platformján, miközben egyetlen egy emberrel nem beszélgettünk úgy, hogy mondjuk a szemébe néztünk volna, megöleltük volna, vagy éltünk volna a metakommunikációnak bármiféle eszközével. Egy egészen apró ilyen érdekes információ itt ezen a ponton. Egy kutatási eredmények vannak arra vonatkozóan, hogy ahol kicsi gyerekek egészen kis kortól, tehát ilyen akár még bölcsődéskor vagy ezelőtt, napi szinten órákat töltenek el a neten, hiába látnak meg, hallanak embereket, lehet, hogy idegen szavakat tanulnak, stb. Valójában kommunikálni ez idő alatt nem tanulnak. Tehát nem fejlődik úgy a kommunikációs készségük, akár egészen az autisztikus viselkedésig elmehet ez, hogy hiába hallanak embereket beszélni, azáltal, hogy hogy olvasnak, és nem olvasnak, bocsánat, a fiatalabb korra beszélünk, tehát hogy hallanak szöveget, de nem tapasztalnak úgy metakommunikációt, úgy, mint a szemtől szembe kommunikálnának valakivel. Ezáltal el tud vészni a kommunikációnak a gyökere, a földeltsége. Ha lesz kérdés ezzel kapcsolatban, akkor még visszatérhetünk rá. Hogyha a videójátékok kérdésköre felmerül, akkor legtöbbször az agresszió témakörét szokták emlegetni, ám mivel ez egy egészen kicsi szelete a problémakörnek, sokkal érdekesebb itt is a függőség kérdésköre, hogy hogyan is vannak ezzel a játékosok. Például az, hogy ma már egy egészen széles körű olyan felnőtt réteg van, aki gyerekkorában elkezdett videójátékokkal játszani, és nem hagyott fel ember szokásával. Ugye felmerül ez a kérdés, hogy ez mennyire függőség, mennyire normális, mennyire egészséges. Ez egy infantilis szokás, vagy éppen egy akár konstruktív életmód. Erről is lehet vitatkozni, megint csak a lesz kérdés, akkor szívesen visszatérek még erre. De ami nagyon-nagyon fontos az egész ilyen digitális illúziók és függőség témakörében az, hogy helyén van-e az embernek az élete. A Maslow piramis talán sokaknak nem kell bemutatni, ugye arról szól a koncepció, hogy a szükségleteink hierarchia mentén sorrendben rendezhetőek, ergo amíg mondjuk életveszélyben vagyunk, vagy amíg éhezünk, addig nem nagyon fogunk a hobbinkkal foglalkozni, mert hogy prioritást, elsőbséget élveznek a fizikai szükségletek. De az utóbbi években egy több olyan szituáció van, ami arra enged következtetni, hogy valahol valami a feje tetejére át felborult valahol ez az egyensúly, mert hogy egyre több olyan szituáció van, amikor az emberi viselkedés ellent mond ennek a logikának, időnként akár még az élet ösztönnek, vagy a józanésznek is, mert hogy inkább választjuk a virtuális dolgokat, mint a fizikailag fontosabb dolgokat, legyen az akár munka, párkapcsolat, vagy akár evés, alvás, testépség, és a többi. Utóbbi nagyon sok példát hozott nem is olyan régen a Pokémon Go jelenség, ami hazánkon is végig söpört, és józan, épesző, beszámítható, felnőtt emberek másztak át biztonsági korláton, meg magánterületre, meg estekre, sziklaszírtről, meg stb. Egész egyszerűen azért, mert hogy a pillanat lelkesedésében az óvatosságot felfüggesztették, csak azért, hogy gyorsan elkapják Pikachu-t. Nem véletlen tehát, hogy például a játékokkal kapcsolatban is a függőség az egyik legtöbbet emlegetett témakör, mert külső szemmel nézve, amikor valaki órákra eltűnik egy játékban, akkor látszólag teljesen kikapcsolódik a fizikai valóságból, és nem is könnyű erről leválasztani. De ugyanez igaz abszolút a közösségi oldalakkal is, legalább annyira addiktív viselkedést tudnak mutatni a felhasználók, mint a videójátékok esetében. És itt visszacsatolnék egy kicsit az ilyen múlt századi dolgokhoz. Maga az arra való képességünk és igényünk, hogy kiszakadjunk a hétköznapok fizikai valóságából, az egy időtlen dolog.
Gondoljunk csak bele abba, hogy például egy jó regény teljesen magával tud ragadni, megszűnik az időérzékünk, és az egy olyan emlékezetes élmény lesz, amihez akár visszavágyunk később. Egy jó színdarab, egy mozifilm, vagy akár például egy sportesemény is nagyon intenzív érzéseket tud kiváltani belőlünk, és teljesen ki tud ragadni a hétköznapok pillanatnyi valóságából. Ami ezekben a közös, hogy intenzív élmény tud lenni, és az, hogy véges. Tehát ezért a legtöbb ember mondjuk talán a szabadságán, vagy egy hétvégén tud egy jó könyvet olvasni, nem jutunk el minden héten, van, hogy havonta sem mondjuk egy színházi előadása, vagy egy jó filmet, tehát ezek alkalmak, ezek események, amik ilyen mennyiségben egészségesek. Viszont az a fajta folyamatos kikapcsolódás, eszképizmus, ami nemhogy az otthonunkban, de a zsebünkbe költözött be tulajdonképpen az okos kutyuk által, az egy folyamatos, rendszeres, nemhogy napi, de óránkénti, percenkénti lehetőséget adott erre a fajta kikapcsolódásra, ha úgy tetszik, eszképizmusra vagy elmenekülésre a valóságból. Itt is csak egy apró statisztika. Az átlag felhasználó minimum naponta 100-szor ránéz az okostelefonjának képernyőjére, és ennek körülbelül a 10%-a hasznos. A többi az ilyen pótcselekvés, hogy csak úgy ránézek, mert unatkozom, csak úgy ránézek, mert vajon éppen mi történik az interneten. Az egyik érdekes aspektusa ennek a digitális világnak az, hogy hogyan viszonyulunk önmagunkhoz. Ugye régi-régi bölcsesség volt az, hogy ismerd meg önmagad, mert ha az ember ismeri önmagát, akkor ismeri a világot. Na ehhez képest manapság már inkább az van, hogy mutasd meg önmagad, és az, hogy az ember hogyan mutatja meg magát, meg mennyit mutat meg magával, az már nagyon-nagyon sok kérdést felvet. Voltak éppen általános tendencia egyfajta lelki prostitúció, a like hajhászat, a like vadászat következtében, hogy ki mennyit mutat meg magából, ki mennyire hajlandó produkálni magát mások tetszéséért, stb. Megint csak egy konkrét plakát, nem olyan régen volt ez Magyarországon is sokfelé kiposztolva, kiplakától vagy reklámkampány keretében ezzel a szlogennel, hogy ha nem posztolod, akkor az meg sem történt. Az a tendencia, hogy ami velünk történik, az nem olyan fontos, mint az, hogy arról mit mutatunk ki másoknak a világ felé, az egyre erősödő divat. És az, hogy ami történik velem, az még inkább másodlagos ahhoz képest, hogy ebből én mit tudok kihozni. Értem ezzel a például, ami a képen látható, hogy nem tudom, talán Budapest belvárosában készült a fotó, de sikerült egy olyan szelfit lőni, mint hogyha a lányzó éppen a Bahamákon sütetné magát. Tehát nem az a kérdés, hogy mi az én valóságom, mit élek meg, hanem hogy azt hogyan tudom úgy láttatni, hogy az másoknak tetszen, hogy az érdekes legyen, stb. Két aspektus, ami nagyon fontos az életünkben, az, hogy milyen élményeink vannak, és hát azért akárhogy is vesszük, fontos a mások visszajelzése, fontos az elismerés, fontos, hogy szeressenek, fontos, hogy kell valamennyire számukra, kinek mennyire. Itt ugye két való életbeli példa van, a hegymászó, aki éppen elér a hegycsúcsra, illetve mondjuk egy előadó művész, színész vagy énekes, aki egy sikeres előadás után nagy vastapsot kap. Ami közös ezekben, hogy intenzív élmény, nagyon komoly felkészülés van előtte, és hogy véges, mert hogy mondjuk nem tart 5-10 percnél tovább a tapse, és lecseng a dolog. Ehhez képest ugye az interneten ezek vége nélkül ott vannak az újabb és újabb élmények, mindig ott van az újabb és újabb felfedezhető hegycsúcs, az újabb és újabb izgalmas cikk, vagy éppen vicces macskás videó, mindig ott van a következő lehetőség arra, hogy posztoljunk valamit, amire majd fogunk kapni 100 lájkot. Tehát mindig ott van a lehetőség, hogy hajszoljunk olyan újabb és újabb élményeket, ami a való életben ritka, meg kell érte keményen dolgozni. Itt viszont azonnal ott van, instant ott van, és bármikor ott van, akár hajnali 3-kor is. Talán nem véletlen, nem meglepő az, hogy arra is kutatási eredmények vannak, hogyha valaki úgy alszik, hogy az utolsó perci kezében az okosteló, kevesebbet fog aludni, rosszabb lesz az alvás minősége, kihathat az egész éjszakára az, hogy ott van a fejemben a telefon. Közösségi oldalak nagyon-nagyon sokszínűek, nagyon széles lehetőséget kínálnak arra, hogy kommunikáljunk másokkal, de ugye nem mindegy, hogy hogyan. Ugye az önmagunknak a prezentálása általában a közösségi oldalakon csúsztatásra kerül, bárhogy ábrázolhatjuk magunkat, ennek következtében a legtöbb ember él is azzal a lehetőséggel, hogy kicsit hazudjon másoknak is, meg önmagának is. Erre nagyon-nagyon sok példa van, ilyen volt az előbbi poszterkép, ahol egy hamis selfit készített igazából a lányzó barátaival, ez az ábra is ezt hivatott ábrázolni, de nyilván ti is tudtok nagyon sok ilyet. Egy közösségi oldalnak sokszor abban múlik a sikeressége, hogy mennyire tud ebben nekünk segíteni, mennyire tudja alátámasztani azt, hogy mi minél sikeresebben mutassuk olyan képet másoknak, amit tetszeni fog, függetlenül a valóságtól. Ennek az egyik aspektusa, emberi kapcsolatokra vetítve,
Például az, hogy milyen online kapcsolatokat ápolunk. Egyre több időt töltünk az online terekben, így módon egyre több kapcsolatot is ápolunk online terekben. Ennek egy érdekes aspektusa a romantikus szerelmi életünk, mert a statisztikák szerint egyre gyakoribb például, mára már vezető helyé vált, hogy a félrelépés nem a bárokban, meg a hotelszobákban a szó szexuális értelemben történik, hanem sokkal gyakrabban online virtuális terekben, érzelmi szinten. Gondolok itt arra, hogy például két unalmas házasságban lévő ember elkezdetlen keresni valakit, akivel izgalmas beszélgetésekben lehet része, és lehet, hogy az életben soha nem is fognak találkozni, mert hogy az illúzió, az a romantikus illúzió, ami ilyenkor be tud robbanni az ember életébe, az fenn tud maradni egészen addig, amíg nem szembesülök azzal, hogy a másik is húsvér ember, és itt az ideál ebben a közegben adott esetben soha nem ér véget. Én találkoztam konkrétan ilyen esettel a munkám során, nem is egyel, hogy férfi és nő úgy tartott fenn romantikus párkapcsolatot, hogy soha nem találkoztak, kizárólag az online térben, az illúzió síkján zajlott ez a kapcsolat. De ugye nem csak a pozitív érzéseinket, vágyainkat lehet kivetíteni másokra, hanem a negatívakat is. Ugye erre nagyon jó példa a trollkodás, meg a cyberbullying, amikor vadidegen emberekkel lehet vérre menő szócsatákat és gyűlölködést és egyebeket gyakorolni, mert ugye egyrészt nincs következménye, legalábbis megvan az illúziónk, hogy nincs következménye, másrészt pedig ugye mivel nem ismerem a másik embert, gyakorlatilag magamban azt vetitek ki rá képzeletben, amit akarok. Persze ez általában nem tudatos. Nem tudom, hogy Amanda Todd esete mennyire ismerős nektek, ez talán az egyik leginkább elhíresült eset, ahol egy szerencsétlen fiatal lányt végül egy jó nagy adag ilyen troll meg cyberbully egészen az öngyilkosságig kergette. Olyan intenzíven és olyan agresszívan bántották az interneten keresztül kitartóan. Ha valakit érdekel, nézzen utána, mert egy érdekes történet. Különböző kutatási eredmények alapján, amiket más országokban készítettek zömmel, arra jutottak, hogy a digitális kütyük, például videójátékok, kiválóan alkalmasak akár szorongás, akár fájdalom csillapítására. Erre voltak konkrét kórházi kísérletek, az egyik csapat itt ebben a kísérletben éppen gyerekekkel videójátékkal játszott ugyanolyan helyzetben, míg a kontrollcsoport megkapta bevált fájdalomcsillapítót vagy szorongásoldót, és azt arra az eredményre jutottak, hogy ugyanolyan mértékben alkalmas volt a videójáték a fájdalom csillapítására. De készült hasonló kutatás felnőttekkel is, ott éppen depresszió kezelésében, és ott is arra jutottak, hogy mértékletes keretek mellett persze a videójáték ugyanolyan mértékben alkalmas volt a depresszió csökkentésére, mint az antidepresszáns gyógyszer, amit erre általában felszoktak írni. De ahogy tudja a szorongást és a fájdalmat, akár a depressziót is csillapítani a videójáték, ugyanúgy erre képesek lehetnek a közösségi oldalak is, hiszen nagyon intenzíven le tudják kötni a figyelmünket, nagyon jól el tudják terelni a figyelmünket bármilyen fájdalomokról, legyen az testi vagy lelki, és nagyon intenzíven megadnak olyan szükségleteket, ami mélyen bennünk lévő lelki szükséglet, például az, hogy minél intenzívebb kapcsolatokat ápoljunk másokkal, vágyunk arra, hogy kapcsolódjunk az ember, ugye egy társas lény. A közösségi oldalak megadják azt az illúziót, hogy egyszerre 30 emberrel kommunikálok, mindenki irántam érdeklődik, mindenki engem akar, mindenki kíváncsi arra, amit mondok vagy mutatok magamról. Az alábbi egy kis rejtvény egy ismertebb versnek a részlete. Szeretnék adni most erre nektek egy percet. Annyit mondok hozzá, hogy egy Petőfi vers részletről van szó. Ilyen internetes, emotikonos, lerövidített, sematikus kommunikáció formára átkódolva. Ha valakinek van esetleg ötlete, hogy mi lehet ez a vers, akkor az írj már meg most nekem a chatablakban. Remélem látjátok. Van ötlet? Egy elég ismert vers, Petőfi vers részlet. Facebookról vettem az emotikonokat, és ilyen nemzetközi angol nyelvű szlenges rövidítésekkel is kombináltam a szöveget. A szép, ízes magyar Petőfi nyelvezet helyett. Felismerje valaki. Ha úgy van, úgy van, úgy van, Ádám Zsuzsanna megírta már. Igen, így van, nagyon jó. Tehát ez a falu végén kurtakocsma kezdetű Petőfi versnek részlete. Ugye egymás mellé téve a kettőt, nagyon látszik, hogy
ki lehet éppen találni a nagyon sematikus kommunikációkból is, hogy mi az a vers, hogyha ha nagyon tudom, hogy mi az a vers, akkor ráismerek. De azért minden elvész belőle, ami Petőfi. Elvesznek a rímek, elvész a dolognak a szépsége, a cizelláltsága, azok az emberi érzések, amihez kapcsolódik, de egy felszínes, sematikus, gyors kommunikációval lehet közölni, hogy emberek táncolnak, valaki azt mondja, hogy kussoljatok, zene, sírás, alvás, oké. Az információt így át lehet adni vele gyorsan és tömören, csak a pont a vers része a dolognak a seva borsa a lelke. De hogy ne csak negatívakat mondjak azért erről az egész digitális dologról, az, hogy egy illúziót, egy ilyen virtuális világot teremtenek ezek számunkra, annak pozitív alkalmazási lehetőségei is vannak. Ilyen például az, amikor oktatásra alkalmazzák ezeket. Jó pár kutatás volt ezzel kapcsolatban, nagyon sokféle tantárgyban, és minden esetben igazából arra jutottak, hogy a virtuális terek adta nagy szabadság, az, hogy itt akár a diákok teljesen szabadon tudják felfedezni a dolgokat, azok olyan lehetőségeket adnak, ami a hagyományos frontális oktatásban sokszor nem lehetséges. Itt sokkal élvezetesebb tud lenni a tanulás, sokkal gyorsabb tud lenni a tanulás, és nagyon meg tud nőni olyan, egyébként lehet, hogy fáradtságos vagy száraz tantárgyakkal kapcsolatban az érdeklődés, mint mondjuk a szerves kémia például, hogyha azokat a dolgokat egy háromdimenziós világban tudja megnézni a gyerek, mint hogyha csak be kell magolnia mondjuk a képleteket. De lehet történelmi csatákat megjeleníteni, lehet nagyon-nagyon sok minden. Igen, a Minecraft volt az első, a második a nyelvoktatásra használták a Sims játékot, a harmadik pedig azt hiszem, hogy a Medieval Total War 2, amiben történelmi csatákat jelenítettek meg egy tör jóra keretében. De nagyon sok ilyen példa van, most csak néhányat akartam megmutatni. Egy érdekes aspektus még az egész videójátékos témakörhöz, az, hogy a legtöbb rendszerben, ahol nevelkednek a gyerekek, gyakorlatilag a bölcsődétől a érettségig, túlnyomó részben nők veszik körül őket. Kb. Minimum 10-szer annyi nő szokott lenne a legtöbb iskolában, amerre én járok, mint férfi. És ez önmagában még nem lenne baj, ha maga az egész rendszer nem úgy lett volna kialakítva, hogy sajnálatos módon feminim modellre próbálja nevelni a diákokat. Ez alatt azt értem, hogy a jó diák inkább csendes, mint hangoskodó. Inkább szófogadó, mint vezéregyéniség. Inkább csapatjátékos, mint melldöngető, stb. Tehát, hogy az ilyen igazi, archaikus, ősi, férfias feltűnést, kockázatot, veszélyt kereső, ilyen alfahím, nem is tudom, hogy mondjam, vagy írja még köbben minőség, annak nem nagyon van helye. Az agresszió maximum belefér talán tesi órában egy kidobós játék keretében, de tulajdonképpen nem nagyon van helye ennek az ilyen igazi, klasszikus értelemben vett ősi férfias minőségnek. És hogy ezért is van az, hogy azok a videójátékok, amik viszont teret adnak ennek. Teret adnak annak, hogy az ember megélje a harcost, megélje a hódítót, megélje a hőst, a gyilkost, a mindent, ami ez az agresszió energia, azok nagyon-nagyon sikeresek, és nem csak a fiúk körében, hanem a lányok körében ugyanúgy. Igazából még egy statisztikai érdekesség, hogy ma már több a 30 fölötti női gamer játékos, mint a 10 éves fiú. Mert hogy már felnőtt egy generáció, aki videójátékokkal játszott, és ma már a gamerek nem a pattanásos tini fiúk közül kerülnek ki, statisztikailag sokkal több 30-as korosztályban járó gamer. És nők bizony szép szemmel, majdnem ugyanannyian, mint férfiak. De hogy nagyon-nagyon sokféle videójáték van, nagyon sokat tudnék ezekről beszélni, inkább arra próbálok koncentrálni, ami ezekben a közös. Erről talán a képek is eléggé beszédesek. Mindegyikben megvan a legtöbb, amit mutatok, ez a klasszikus ilyen alfa hím, ilyen macsó, ilyen harcos, ez az igazi archaikus, mondjuk férfi minőség. És ami még nagyon-nagyon közös bennük, az, hogy ugye mindegyik világ ad nekünk egy illúziót. Ha veszünk egy átlagos, mondjuk szorongó, 10 éves fiatalt, nem kell valószínűleg sokat keresni, hogy ilyet találjunk, akkor egy nagyon érdekes szituáció az, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen szorongó, önbizalomhiányos tini belép egy virtuális térbe, ahol két kattintás, és ő a hadvezér. Ő a harcos, ő a hős, így van, dübörög benne az adrenalin. Nagyon intenzív élményt él meg, de hogy önmagáról is egy egészen másféle élményvilágot élhet meg, mint amilyet mondjuk az iskolában egy átlag tanóra keretében képes megélni. És nem csak
Tényleg nem akarom elősíteni azt a sztereotípiát, hogy csak a fiúknak szól. Abszolút női minőségben is ugyanúgy megvannak ezek a nagyon intenzív, kompetens, kiemelkedő, akár messze a férfiakat felülmúló félisten szintű karakterek. Ami ezekben mind-mind-mind közös, hogy ez egy olyan illúziót tudnak adni a játékosnak, ami egy nagyon pozitív élmény tud lenni. De, hogy mi van akkor, hogyha egy fiatal, és ez igazából lehet felnőtt, és nem kell elragadni annál szólnál, hogy fiatal, mi van, ha egy felhasználó a saját bőrében igazából nem érzi jól magát. Szorong, önbizalomhiányos, van valami problémája, valami elakadt az életében, stb. És megéli azt egy virtuális illúzióban, és ez most tényleg lehet videójáték, vagy akár egy közösségi oldal, ahol megéli azt, hogy minden fényképére százával jönnek a lájkok, megéli azt, hogy ott sikeresebb, megéli azt, hogy ott népszerűbb, megéli egy pozitívabb önminőséget a virtuális térben. Ez lehet egy olyan élmény, ami ilyen rekreációs élmény lesz számára, tehát lehet akár konkrétan erőforrás az életéhez, de beindulhat egy ilyen örvényszerű spirál is. Hát, hogyha azt éli meg valaki, ugye ez alapvető pszichológia, hogy a jót keressük, a rosszat próbáljuk kerülni. Ha megélem azt, hogy a virtuális térben jobban érzem magam, mint egyébként a bőrömben, akkor minél több időt akarok majd tölteni a virtuális térben. Ennek következtében viszont nagyon könnyű kevesebb időt, energiát investálni a fizikai valóságba, például a tanulmányok, munka, párkapcsolat, külsőnk, egészségünk, stb. Ennek következtében valószínűleg még kevesebb pozitív élmény lesz a való életben, és akkor ide lehet még több időt belepumpálni a virtuális világba, míg végül akár teljesen el lehet veszni benne. Magának a problémás felhasználásnak, a függőségnek három fő pillére van, amit érdemes megjegyezni. Az egyik az, hogy ott már nem szórakozásról, meg nem örömszerzésről beszélünk, akkor az már általában kényszeresség, és ezzel párhuzamosan általában már a kontroll is sérülni szokott, ami azt jelenti, hogy ha én szeretném is megfogni, és azt mondom, hogy most csak 2 órát játszok, mert aztán valami más szeretnék csinálni, és nem megy 2 órán nem megfogni, és 4 óra lesz belőle, meg 6 óra lesz belőle, és nem csak egyszerre, nem rendszeresen, az bizony probléma. Hogyha valaki nem tud annyit játszani, vagy netezni, amennyit szeretne, akkor annak hiányában könnyen elvonás tünetek tudnak jelentkezni. Ha már ilyen hiány tünetek megjelennek, akkor az már megint a problémás felhasználás tárgyköre. Amiről az előbb beszéltem, az a harmadik védelem, ami szintén nagyon fontos, hogy amikor valahogy a feje tetejére állnak a dolgok, és valaki a munkát, a barátokat, a párkapcsolatot, akár fizikai szükségleteit, hevést, alvást, ilyesmit tesz félre órákon keresztül, vagy napokon keresztül, tartósabb időn keresztül a játék vagy a netezés kedvéért, akkor az bizony a problémás felhasználás a függőség tárgyköre. És egy apró statisztikai adat, hogy serdülőknél a napi 3 óra képernyődő fölött kezdtek el megjelenni ezek a problémás viselkedések. Nyilván a problémás felhasználásnak, a függőségnek számos aspektusa van, fizikai is, még a pszichés dolgokon kívül, de hogy ne ragadjunk ennél le, a szélsőség az, ameddig elfuthat ez a történet, az tényleg az, hogy valaki teljesen visszavonul a fizikai élettől, annyira beletemetkezik pszichológiailag is, meg fizikailag is a virtuális térbe, hogy egy ilyen remete üzemmódot alakít ki magának tulajdonképpen, vannak erre példák a világban. Magyarországon ez a legközelebbi jelenség, amit ismerünk, az a Mama Hotelnek az a verziója, amikor mondjuk egy fiatal felnőtt, akinek kirepülnie kellene a fészekből, dolgozni, párkapcsolatot létesíteni, stb. Mondjuk egy hónap után felmond, mert nem léptették elő, és akkor visszamegy a gyerekszobájába, és egész nap nézi ugye a sorozatokat, vagy játsz a játékokat, stb. Nem akarok bántani senkit, aki esetleg éppen ilyen helyzetben van, de ez egy olyan szituáció, ahol bizony ezt be tud figyelni. Még egy kört kerekítenék ez az egészhez. Kutatás eredmények vannak azzal kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy valaki úgy jól funkcionáljon az életben, ami leginkább megjósolja a sikerességet mind munkában, mind párkapcsolatban, az az, hogy mennyire kifejlett az illetőnek az érzelmi intelligenciája. Ugye ide az tartozik, hogy milyen az önképem, mennyire ismerem magam, mennyire tudom elfogadni, megbecsülni, szeretni magam, hogy ezek már önmagában olyan dolgok, ami kemény, fáradtságos munka sokszor. Hogyan tudom kifejezni magam, hogyan tudok kommunikálni, ugye ezen nagyon sok múlik mindenféle szituációban. Hogyan kezelem az emberi kapcsolataimat, hogy mennyire vagyok empatikus, hogy mennyire minőségi kapcsolatokat ápolok. Hogy hogyan hozok döntéseket, mennyire vagyok tudatos, mennyire tervezek előre, mennyire hozok olyan döntéseket, ami jó nekem hosszú távon, és nem a rövid távú előnyökre hajtok. Hogy hogyan tudom kezelni a stresszt, a negatív érzéseket, hogy a csalódás, kudarc, egy csomó olyan nehézség van, amit teljesen maga alá tud minket temetni, de hogy akár tanulhatunk is belőle, mégis erősödhetünk általa, stb.
Na, az, hogy mindezt hogyan kezeljük, ez ugye az érzelmi intelligencia, és ez nagyon jó bejóslója annak, hogy hogyan fogunk tudni boldogulni munkában, párkapcsolatban, sok mindenben. Ehhez képest, ugye, ha vesszük a digitális világ csodáit, ezek kínálnak ilyen olcsó, gyors alternatívát ezekre a dolgokra. Ahelyett, hogy én jól megismerjem magam, meg elfogadjam, meg megbecsüljem magam, pillanatok alatt tudok magamról szelfit vagy bármást posztolni az interneten, amire szintén pillanatok alatt fogom kapni a lájkokat az emberektől. Tehát ahelyett, hogy erőt, energiát investálnék saját magamba, töredékeny energiával el tudom érni, hogy mások megerősítsenek pozitívan. Tehát nagyon könnyű egy ilyen lufiszerű felfújt önbecsülést kialakítani, ami viszont nagyon könnyen kipukkadt, tehát egy üres dolog lesz. Az önkifejezés. Az előbb volt ugye a rövid rejtvénye a Petőfi Sándor verssel, a falu végén kurta kocsmával, hát hogy ti is láttátok, hogy ez egy nagyon lesematizált, lebutított verziója volt annak a versnek. A közösségi oldalakon is általában röviden, rövidítésekben, emotikonokkal, stb. Kommunikálunk. És erre már vannak kutatási eredmények, hogy a szókincsünk és a kommunikációs stílusunk hogyan változik. De nem csak, hogy a kommunikációnk, de a gondolkodásunk is volt erre, és kutatási eredmény, hogy maga az, ahogy gondolkodunk, az elkezdett lerövidülni, mert hogy nem ilyen bonyolult, hosszú, Freudi vagy Shakespeare-i gondolatmenetekben gondolkodunk, hanem ilyen gyors, sematikus, felszínes gondolatokat forgatunk többet a fejünkben, és amit többet gyakorlunk, ugye az megy jobban. Az emberi kapcsolatok. A közösségi oldalak alapvetően nem a minőségi, hanem a mennyiségi dolgokra mennek, tehát hogy inkább legyen 300 lájkoló barátunk, mint mondjuk három ember, akivel szemtől szembe beszélgetünk több szinten egy órát. A közösségi oldalak erre mennek rá, viszont ettől nagyon felszínesek is lesznek az emberi kapcsolatok, mély, igazi tartalmas kapcsolatot nehéz csak a közösségi oldalon ápolni. A döntéshozás. Hát olyan optimális esetben tudatosan hozzuk a döntéseinket, és olyan döntéseket hozunk, ami nekünk hosszú távon jó. Ugye volt a klasszikus állatmese, bocsánat, javítson ki, valaki jobban tudja, hogy a tücsök volt az, aki elszórta a kerméjét, nem készült, nem spórolt, nem takarékoskodott, hanem mindig a pillanatban élvezkedett, és aztán utána, amikor jött a tél, akkor felkapott az állat. A közösségi oldalak meg az egész digitális kultúra egy ilyen, sajnos ilyen negatív carpe diem üzemmódra sarkalnak minket, hogy ami a pillanatban jó, azt csináljuk. Ez önmagában nem lenne baj a pillanat élvezete, hogyha azért nem hosszú távú dolgokat áldoznánk föl. Tehát, hogyha valakinek szórakozás a játék, vagy szórakozás bármilyen a közösség oldalakon csinál, valami örömet le benne, azzal nincsen baj. De hogyha már valaki a munkáját, párkapcsolatát, emberi kapcsolatait, egészségét, alvás, bármi más fontosabb dolgot kezd el feláldozni, akkor az egy nem szerencsés dolog. Azáltal, hogy a hosszú távú dolgokat elkezdjük feláldozni a rövid távú pillanatnyi előnyökért, azzal már tulajdonképpen saját magunkat, a saját jövőnket szabotáljuk. Ez egy hosszú távon nem szerencsés dolog. És ugye még egy aspektus volt, amit mondtam, hogy a stresszt, illetve a negatív érzéseket, életeseményeket hogyan kezeljük, ami nagyon-nagyon fontos. Hát, hogy a digitális kütyük mit kínálnak erre? Instant, azonnali figyelemelterelés, hogy egy percet se kelljen együtt lenni a rossz érzéseinkkel, rögtön el tudom terelni valamivel a figyelmemet. Vagy a másik verzió, hogy rögtön azonnal kiposztolom a világba a fájdalmamat, a feszültségemet, az akármit. És rögtön lesz, aki hozzászól, lesz, aki lájkolja, lesz, aki majd egyetért velünk, és akkor ezzel megint elpasszoltuk azt a lehetőséget, hogy kezdjünk valamit a saját érzéseinkkel, netán fejlődjünk általa. Ugye a legelején azzal kezdtem, hogy az alkoholra már van kultúránk, hát a digitális dolgokra még nincs, úgyhogy ezt kellene nagyon-nagyon gyorsan pótolnunk. Otthoni, iskolai közegben, mindenhol igazából már óvodáskortól el kéne kezdeni erre a gyerekeket felkészíteni, mert a technológiával úgyis találkoznak. És optimális esetben arra lenne, hogy a szükség, hogy mire ez megtörténik, mert valamennyire fel legyenek erre készítve. Ahol meg ez elmaradt, azt pótlólag kellene behozni, de nagyon gyorsan, mert mindenfelé nagyon sok probléma jön ebből. Egyszerűen nincsen hozzá kultúránk, és ezt szoktam mondani, olyanok vagyunk a digitális kütyükkel, mint az indiánok voltak az alkohollal. Tehát, hogy nem volt rá kultúra, se biológiai, se semmilyen szinten, és rögtön egyből a problémás függőségi mintákba csúsztak bele, mint ahogy mi is. Felnőttek is, és még inkább a fiatalok. Minél lejjebb megyünk életkorban, annál inkább veszélyeztetettek ebből a szempontból. És hát ugye a technológia fejlődése tudtam, amely ezt a hatkor se állt meg, hogy jönnek az újabb és újabb vívmányok, az újabb és újabb kütyük és újítások, amik csak még inkább bővíteni, meg mélyíteni fogják a virtuális terek és világok nyújtotta illúziókat és lehetőségeket,
Úgyhogy nagyon fel kéne kötni a gatyát, hogy minél inkább tudatos felhasználók legyünk. És igazából én most szívesen váltanék a kérdések felé, hogyha kapok kérdéseket. Egyelőre még nem látok. De hogyha van bennetek kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor azt nagyon szívesen olvasom és válaszolok is fel. Megjött az első kérdés. Oké, jött egy Eszperente falu végén kurta kocsma. Jött egy ilyen megállapítás, hogy ez a kérdés család nélkül nehezen megoldható. Most a csonka családokra gondoljak? Sajnos a közösségi média és az online kommunikáció hátrányai itt is érvényesülnek, úgyhogy mindenképpen teljes mondatokra van szükségem ahhoz, hogy meg tudjam érteni, hogy mi a mögötte lévő gondolat. Olyan értelemben mindenképpen el tudok érteni azzal a gondolattal, hogy a szülők szerepe nagyon fontos. Igen, ez is jött most éppen. Nem tudom, miként ti látjátok azt, amit mások kommentelnek, mert akkor nem olvasom fel mindenkinek a hozzászólását. Nagyon igaz az, hogy a szülők szerepe az megkerülhetetlen. Jó, rendben, látom, hogy látjátok egymást. Tehát a szülők szerepe megkerülhetetlen, ez tény. De az van, hogyha csak van egy osztályfőnök, vagy van egy olyan osztályközösség, ahol lehet ezekkel a dolgokkal foglalkozni, az már aranyat ér. Nyilván, hogyha olyan szülők vannak egy gyerek körül, akik erre odafigyelnek, meg tudatos felhasználók, akkor az a gyerek már egy nagyon szerencsés gyerkőc lesz. De annyira gyorsan fejlődnek ezek a dolgok, hogy folyamatosan lemaradásba kerül mindenki, aki a generációs szakadéknak igazából a felnőtt oldalán van. Míg ugye a fiatal gyerkőcök, akár 3-4 éves gyerekek olyan virtuózként kezelik a kutyukat, hogy hihetetlen. Úgyhogy ez egy folyamatos művelődést igényel igazából a részünkről. Itt jött a kérdés, hogy 8 évesek felkészítésére mit lehet csinálni. Igazából ebben a korban már ugyanúgy lehet beszélgetni a digitális dolgokról, mint hogy beszélünk más dolgokról, mint mondjuk, hogy nem szállunk be idegenek autójába, vagy hogy hogyan kezeljük a pénzt, mire való azt, tehát hogy egyéb fogalmakról elkezdünk beszélgetni fiatalokról, hogy így a fejükben kialakuljanak el a koncepciók, kicsit terelgetve őket, hogy mégis mi a helyes irány. Ugyanúgy kellene ezekkel a dolgokkal is foglalkozni. Voltak éppen azt mondanám, hogy ha van heti rendszerességgel mondjuk osztályfőnöki ura, akkor érdemes lenne az osztályfőnök órába belevenni azt, hogy minden héten beszélgetni ezekről a dolgokról, hogy mi történt a YouTube-on, mi történt az Instán, ki mit írt, olvasott a Twitteren, vagy mit trollkodott másokkal, vagy vele mit trollkodtak, vagy milyen játékkal játszott, és így tovább. Tehát teljes értékű élményként kellene kezelni a nevelésben a mindennemű digitális és virtuális élményeket, ugyanúgy, mint bármi mást. Hát az biztos, hogy önmagában az, hogyha egy tanár megpróbálja egyedül megváltani a gyerekek életét, az nem fog menni. Viszont, hogyha például már iskola szinten sikerül egy kis kultúrát erre kialakítani, gondolok itt például arra, hogy mi és mennyire megengedett tanórán, szünetekben,
hogy van-e annak kerete, hogy mit és mennyit lehet csinálni, vagy korlátlanul bármit, az nagyon nem mindegy. Hogyha lehet ezzel foglalkozni rendszeresen, van valami egészséges korlát, és az élményeknek van valamiféle feldolgozása, tehát nem csak az, hogy ne nyomkodd a telefont és nyomkodja tovább, mert az egy üres dolog volt. De hogyha lehet velük az élményekről beszélni, lehet bennük fejleszteni azt a érzelmi intelligenciát, amiről az előbb szó volt, a tudatosságot, hogy minél tudatosabb felhasználó legyen. Vannak erre konkrét ilyen applikáció, játékok is, amivel ugye be tudja állítani magának azt, hogy most 10 percig nem fog hozzányúlni. És ha kibírja, hogy nem nyúl hozzá 10 percig, akkor ezt leköveti a szoftver, viszont hogyha nem bírja ki, akkor annak is nyoma van, és akkor saját magát tudja monitorozni, ergo ilyen kihívást lehet belőle csinálni. Ez például egy osztályfőnök órán könnyen lehet egy ilyen csapatjáték, hogyha éppen nincs olyan keretrendszer, hogy órán nem lehet telefont használni, hogy mindenki beállítja a telefonján ezt, és akkor azt mondják, hogy most az osztályfőnök órán mondjuk fél óráig senki nem nyúl a telefonhoz. És akkor nem lehet, tehát látszódni fog a nyom, hogy ki volt az, aki kibírta, vagy ki volt az, aki pad alatt csak hozzányúlt, és akkor arról utána viszont érdemes beszélgetni, hogy akkor ez hogy van, mint van. Tehát nem feltétlenül a szankcionálás oldalát hangsúlyoznám itt ennek, hanem azt, hogy segíteni nekik minél tudatosabban hozzáállni ehhez, mert hogy tanárként, szülőként, felnőttként nekünk volt életünk az okos kütyük előtt. Van emlékünk róla, hogy milyen volt az élet az internet előtt, hogy el lehet úgy létezni. De egy olyan fiatalnak, aki ebbe született bele, ebben ül bele, sokkal nehezebb megtalálni a kereteket, megtalálni az egyensúlyt az offline és az online dolgok között. Az időkorlátokat illetően ugye felvillantottam az egyik diában ezt, hogy serdülőknél napi 3 óra fölött kezdtek el a problémás dolgok megjelenni. Minden lejjebb megyünk életkorban, azt annál szigorúbban kéne megfogni, ami ugye azért nem egyszerű, mert nagyon sok mindent csinálunk a digitális gőgyögön keresztül. Tehát, hogyha összeadjuk a sorozatokkal, a videójátékokkal, netán, tanulással, szörfözéssel, cseteléssel, egyebekkel eltöltött időt, akkor az könnyen sokkal magasabb időszámra rúg. Úgyhogy a kereteket nem is biztos, hogy ma már meg lehet így fogni, hanem inkább lehet, hogy a másik oldalról könnyebb közelíteni, hogy mik azok a szeletei a napnak, mikor nem. Tehát gondolok itt arra például, hogy ha iskolában az elfogadható, hogy szünetekben nincsen telefon, akkor az lehet egy ilyen keret, hogy szünetekben nincsen telefon, tapasztalja meg, hogy ez milyen. Aztán osztályfőnök körben meg lehet beszélni, hogy milyen telefonnal, milyen telefon nélkül. Vagy hogyha otthon be lehet egy ilyet vezetni, és minden lehet bevezetni, mondjuk a vacsoraasztalnál no telefon, nyilván ez a szülőknek is be kell ezt vállalni, akkor ez egy nagyon értékes szelete lehet a napnak, hogy akkor abban a pár percben nincsen. A keretek oldalát néha könnyebb arra az oldalra megközelíteni, mi az, amikor kicsit leteszem a telefont, amikor kicsit kikapcsolom. Én azt limitálni napi hány órát töltök vele, mert hogy például pont a okostelefonnál nem az van, hogy egyszerre 6-8 órát néznénk a képernyőt, mint mondjuk egy számítógépnél, hanem az, hogy napjában 100-100 felé veszük, akár csak egy-egy percre. Tehát az idő ott nehezebben mérhető. Ott inkább azt lehet mérni és keretezni, meddig nem nyúlok hozzá. Az biztos, hogy azáltal, hogy ha a gyerek azt látja, hogy a szülők ilyen már-már függő viselkedés mintát mutatnak, akkor az nagyon nehéz meghaladni ezt a mintát. Ezt én ezzel nem tudok vitába szállni. Igen, az is tény, erre is voltak felmérések, hogy a legtöbb szülő általában nem tudja, hogy gyereke miket posztol, nem tudja azt, hogy a gyereke milyen információkat ad ki magáról. Ez nagyon ijesztő tud lenni, amikor szembesülnek vele, mert hát ugye van a fejükben egy kép a gyerkőcről, aztán nagyon fontos azzal számolni, és a sok szülő szerintem nem teszi meg, hogy az internet szempontjából abban a pillanatban, hogy a gyerek egyedül policál az interneten, mondjuk megkapja az első okostelefonját, az internet szempontjából funkcionális felnőtt. Nem különbözteti meg a gyereket, tehát felnőttként kezeli, és ugyanúgy belefuthat mindenbe, ami felnőtt dolog, beleértve az agresszív, szexuális és mindenféle dolgokba, a 15 éves, a 10 éves vagy az 5 éves. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amire valóban érdemes szintén odafigyelni, hogy a szülőknek képbe kerülni. A gyerekek előtt járni az technikai szempontból közel lehetetlen, ha csak valaki nem informatikai vonalon mozog, és nem tud napra kész lenni ezekben a dolgokban.
De nem is feltétlenül kell. Az én személyes tapasztalatom az, hogy ilyen értelemben lekörözni a gyerekeket szinte lehetetlen. Túljárni az eszükön szinte megint csak lehetetlen ilyen értelemben. Tehát nem szükség megoldásnak átmenetileg lehet az, hogy lekódolni a rútert, meg jelszóvédelem mellett a számítógépet, meg ilyenek, de azok nagyon tiszavirág életű megoldások tudnak lenni. Viszont az nagyon-nagyon jól tud működni, hogy a generációs szakadékot áthidalva hozza mindkét oldal azt, ami neki az erőssége. Gondolok itt ez alatt azt, hogy arra, hogy sokszor a gyerek jobban meg tudja mutatni a szülőnek a technikai dolgokat. És hogyha a szülő, vagy a tanár, vagy most lehet bárki, aki foglalkozni akar ezzel a témával, ha nyitott vagyok rá felnőttként, akkor nagyon szívesen megmutatja nekem, hogy milyen videót nézett a YouTube-on, milyen játékkal játszik, az mire jó, mit hogy lehet. Tehát a technikai ismereteket sokszor tudják a fiatalok hozni a dialógusba. Amire szükségük van a felnőttektől, az, hogy azokat a módszázadi ilyen értékeket, normákat, mint teszem azt az empátia, hogy úgy viselkedjek másokkal online, ahogy szemtől szembe is tenném. Az a fajta felelősség, hogy milyen információkat adok ki magamról. Az, hogy mennyire vagyok tudatos, hogy ne legyek függő, stb. Ezekre van szükségük a felnőttektől, mert hogy ez erre őket nem tanítja a virtuális világ, és nekik sokkal nehezebb így megtalálni az egyensúlyt. Szülőket lehet bármikor ilyen előadással bombázni, szívesen megyek bárhova, csak le kell beszélni a körülményeket. Nagyon sokat járok egyébként mindenfelé tényleg ezzel kapcsolatban, illetve hát erre a célra hoztam létre a YouTube csatornámat is, mert az volt a benyomásom, hogy akár helyre elmegyek, akár egy intézmény, vagy iskolában mindig kevés. Úgyhogy a alábbi, itt van a YouTube csatorna, ez a neve, Pszichológus Pasi. Ezt a videóit, linkjeit szülőknek, diákoknak, bárkinek lehet küldeni, mutatni. Hallottam már olyan sztorit, hogy diák vitte be órára mondjuk a Facebook függőségről szóló epizódot, vagy hogy fordítva a osztályfőre mutatta meg a diákjainak. Az én tapasztalatom az, hogy ez kb. Minden generáció számára érthető. Igyekeztem úgy csinálni. A szülőknek szüksége van segítségre, például ilyen formák, csatornákban tudnak informálódni, mint ez a YouTube csatorna. Ugye kimondottan igyekszem napra készen csinálni, szakmailag precízen, megbízható tippekkel, információkkal feltölteni. De hogy ez nem egy egyszeri informálódás, mint hogy valaki megtanulja a szorzótáblát. Tehát ez olyan dolog, amivel heti szinten foglalkozni kell. Csak ez itt nem az én számítógépem, aztán közben jönnek itt értesítések. Tehát ezzel foglalkozni kell heti rendszerességgel, akkor tud működni a dolog. Be kell kicsit hozni ilyen módon a lemaradást. A videók zömében én beszélek, de ilyen képi illusztrációk mellett, mint ami itt is van, feliratozva még nincsen. Tény, hogyha a szülő internet helyett inkább főz, meg programokat szervez gyerekkel, az nagyon jó. Igazából bármi, ami offline program, hobbi, akármi, az a jó alternatíva lehet. Nyilván, tehát nincs arra szükség, hogy a gyereket elzárjuk a digitális kütyüktől, és azt mondjuk, hogy akkor ilyen hamis életmódot folytatunk. De Isten igazából, hogyha mondjuk sertülő koráig nem találkozik a gyerek digitális kütyükkel, semmilyen kárt nem szenved. Ha már elhangzott itt a munkaerőpiacén, beszéltem több olyan jól menő cég, vállalkozás vezetőjével arról, hogy mi a probléma a munkaerőpiacon, mi az, ami leginkább hiány, és hogy egyik se azt mondta, hogy a technikai ismeretek. Tényleg egyik se, egyik ember sem mondta azt, hogy de jó lenne, ha ügyesebben kezelnék a digitális cuccokat. Nem, mert az természetesen felszedi magától minden fiatal. Azt sorolták mindannyian a zsinórban, ami az érzelmi intelligencia tárgyköre, hogy nincsen kitartások, nincsen türelmük, nem tudnak kommunikálni, nem tudják kezelni a stresszt, az emberi kapcsolatot, a kudarcot, tervezni, tudatosan, kitartóan, hosszú távon. Tehát pont azokat a dolgokat, amik nem nagyon tudnak fejlődni, hogyha a túlzásba visszük a digitális kütyüket.
főleg ugye a fiatalok vannak ilyen szempontból veszélyeztetve. Tervbe van véve a YouTube videók feliratozása, de közel 80 videó van már, és mondjuk mindegyik legalább 5 perces, ha nem több. Tehát ezért a rövid feliratozás is sok-sok órányi munkát venne igénybe, úgyhogy nem tudom megígérni, hogy az mikorra tud elkészülni. Az ilyen rajta van a listán kategória, de nem tudom, mikor jutok odáig. Annyit mondanék még így a vége felé, úgy látom lassan a kérdések is elfogynak, hogy most a digitális témahét keretében van nekem egy kurzusom ebben a témakörben, ahol sokkal részletesebben meg informatívabban körbe járom ezeket a témaköröket, a konkrét videójátékokat, konkrét közösségi oldalakat, stb. És hogy azt beszéltük meg, hogy ez a digitális témahét keretén belül pár napig ingyenesen hozzáférhető lesz, úgyhogy ha valakit érdekel ez, akkor majd kövesse az online dolgokat, és akkor hozzáférést fogtok tudni kapni. Ez körülbelül 3 órányi anyag abból, amit most én itt fél órát csomáztam csak, tehát egy sokkal részletesebb, informatívabb segítség tud lenni, akár szülőknek, akár pedagógusi munkakörben. Jó, akkor nem tudom, hogy van-e még kérdés. Mert ha nincs, akkor mi köszönjük szépen Tóth Dánielnek az előadást, és ezt a sok választ. Én küldöm a linket, ahol az igazolást, aki szeretne kérni, ahol meg tudja az űrlap kitöltésével ezt ejteni. És hát várunk mindenkit a további webináriumainkra, és a digitális témahetünkre. Úgyhogy köszönjük szépen!